Ha valaki bátor és nem adja fel, akkor el tudja érni a céljait, el tudja érni az álmait, és meg tud küzdeni azzal, ami esetleg nehézség. Barátaim, az élet nem olyan, mint szeretnétek, mert sok minden van, ami nem jó, és amitől félek, ne értessen a remény. Szabolcs Mári Farvi születésű, három gyönyörű gyermeknek az apukája, kedves feleségével Szegeden nevelik, és hát a mindennapi munkája mellett ideje volt megszervezni ezt a hosszú utat. Én hívtalak, de hogy szántátok rá magatokat erre az útra? Hát Isten igazából, megmondom őszintén, hogy úgy szántuk rá magunkat, hogy Csaba testvérrel együtt dolgozni, azt gondolom, hogy az egy kincs. Tehát az egy isteni ajándék. És ha a Jóisten úgy szervezte és irányította, hogy találkozunk, akkor számunkra nem volt kérdés, hogy eljöjjünk a gyerekekhez, hiszen tiszteljük Csaba testvért, de őszinte is leszek, elsősorban a gyerekeknek is szerettünk volna valami pluszt adni, hiszen bennük van a jövő, nagyon sok nehézségben élnek a gyerekek, vagy árvák, vagy anyagi, rengeteg, Csaba testvére ezt jobban tudja is, és annyira fontos, hogy egy kicsi hitet, egy kicsi reményt, egy kicsi szeretetet, egy kicsi mosolyt, boldogságot vinni nekik zenén keresztül, jelenlétünkön keresztül. Nekünk is meg kellett tanulni az állapotunkat, elfogadni, elhinni azt, hogy az Isten bárányai vagyunk is, és ha zenén keresztül a gyerekeknek meg tudjuk mondani, hogy ők is Isten bárányai, akkor mi mindenhova elmegyünk szívesen, csak lehetőségünk legyen. Nagyszerű. Hát főleg tánccal örvendeztetted meg a gyermekeket, a felnőtteket. Rég, hogy táncolsz, vagy tanultad te ezt, vagy csak úgy jön? Magamtól tanultam. Igen? Igen. Na, és mit üzensz a gyerekeinknek? Hogy ha akarják őket, meg tudom táncolni. Eljövök is megtanítom őket. Lehetetlen estig. Nagyszerű. Szóval nem szoktál elfáradni a táncban? Nem. Még bírnám reggelig. A lányok azok kidőltek, hát ilyenek. Igen, kidőltek a lányok, gyere majd, Uli, gyere. Gyere majd, gyere. Na, itt van egy gyönyörű táncosa. Jaj, sziasztok. Mit mondjak, Jani? Nagyon jól éreztük magunkat itt a turné, egyszerűen csodálatos volt minden gyermek otthonba elmenni és találkozni a gyerekekkel, szóval ez nagyon-nagyon jó helyen vannak. Valamelyik gyerekkel sikerült személyesen megismerkedni? Valakinek akarsz üzenni így személyesen? Igen, Cecília volt, aki Tusnádfürdőn megmutatta nekem az egész gyermek otthont, és azt üzenem neki, hogy továbbra is maradjon ilyen kedves és közvetlen és barátságos, mint amilyen most volt. Úgyhogy köszönöm neki, hogy ilyen nagy vendégszeretettel megmutatott nekem mindent. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amit még nem szabad, de ha szeretnél, most lehetnél, aki magával ragad. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amitől fejre állsz. Szeretnél, most lehetnél, a vad helyett vadász, rajtad áll. Mikor példát mutatsz a világnak, most tényleg rajtad áll. Hogy ajtót nyitsz a csodáknak, most tényleg rajtad áll. Mónika figyiszt mutatsz a csalásnak, most tényleg rajtad áll. Hogy megterítesz a családnak. Azt tűztem ki 10-12 éves koromban, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy a mindennapi kenyeremet én keressem meg. És ne a szüleim, ne a testvéreim, ne más gondoskodjon rólam, hanem amit meg tudok tenni, azt én tegyem meg. Azért vagyunk itt, mint a Nem adom fel együttes, mert van egy tehetségünk, van, aki tud énekelni, van, aki tudja a hangulatot csinálni, van, aki hangszeren tud játszani, van, aki táncolni tud, és rengeteg-rengeteg értékkel, gazdagsággal meg vagyunk áldva.
Van, aki lát, van, akinek nagy a szíve, van, aki türelmes tud lenni, van, aki okos, és mindenkinek a zsebében ott van egy puzzle darab, amit ki kell venni, meg kell találni, hogy melyik zsebemben van, ki kell venni, és meg kell keresnem, hogy az életbe az a puzzle, az hova tartozik, és mindenkire szüksége van. Pityiszt mutatsz a csalásnak, tényleg rajtad áll, meg megterítesz a családnak,